A vád szerint a férfi 2022. április hónapban élettársi kapcsolatot létesített a sértettel, majd 2022. július hónapban Szolnokon közös albérletbe költöztek. A férfi 2023. február 9-én az esti órákban a közös albérleti lakásukban bódult állapotban összeveszett élettársával, majd a veszekedés során a nőt a lakás hálószobájában több alkalommal tenyérrel arcon ütötte, illetve homlokon fejelte. Ezt követően a fürdőszobában hideg vízzel lelocsolta és a zuhanyrózsával fejbe ütötte, végül a földre került sértettet levizelte. A nő a férfi bántalmazása elől megpróbált a lakásból kimenekülni, azonban őt a vádlott az emeleti lakrészhez vezető külső lépcsőnél utolérte és megrúgta, melynek következtében a sértett a lépcsőn leesett. A férfi ekkor egy plüss figurát próbált a sértett szájába tömni, miközben fejtájékon ököllel megütötte, valamint meg is rúgta a nőt. A nő a férfi elől vizes ruhájában a fagypont alatti hőmérséklet ellenére a lakás előkertjébe menekült, de a férfi utolérte, földre rántotta és szájába földet tömött, amelyet a nő kiköpött, majd az udvarról az utcára menekült, ahova futva követte őt a vádlott. A férfi az utcán ismét utolérte az előtte menekülő nőt, őt a hajánál fogva az úttestre rántotta, majd a testére térdelt ököllel arcon és tesszerte ütlegelni kezdte. A sértett haját megmarkolva annak fejét több alkalommal a betonba verte, miközben a lakásból magával hozott zuhanyrózsával is ütötte a nőt. A férfi a nő bántalmazásával csak a rendőrjárőr helyszínre érkezésekor hagyott fel. A férfi a bántalmazás során több egyéb könnyebb sérülés okozása mellett eltörte a nő orrát, valamint egyik fogát is kiverte. Az ügyészség a büntetett előéletű cselekményét felfüggesztett szabadságvesztés hatály alatt elkövető férfival szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt, valamint indítványozta a korábbi felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog döntést hozni.